A stúdióban dr. Tausz Katalin, szociálpolitikus. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ugye a Géza is mondta, és ez tényleg megdöbbentő, hogy naponta 100 abortusz van Magyarországon, és a legmegdöbbentőbb, vagy a legfélelmetesebb, hogy az ember ezt a számot halva meghőköl, és közben azt látja, hogy a szakemberek meg lehet, hogy örülnek, mert ezért egy pár évvel meg több volt. Igen, persze egy rémisztőnek tűnik ez a szám, de ezeket a folyamatokat szerintem hosszabb távon érdemes nézni. 2008-hoz képest 2013-ra 10.000-rel csökkent az abortuszok száma évente, tehát miközben rémisztően magas ez a szám, különösen ha az ember előtt meg nem született csecsemők képe jelenik meg, de a tendencia nem, ez a azért... Napi 100 abortusz, ez szerintem sokkoló. Ez hogyan fordulhat elő, vagy miért van ennyi? Ó, hát ennek rengeteg oka lehet. Oka lehet az, hogy a család nem készült még fel a gyerekvállalásra, oka lehet az, hogy valamilyen betegség van, oka lehet az, hogy nem tudnak több gyereket vállalni, nagyon sokféle oka ez lehet. Ez egy európai összehasonlítás, ez mennyire normális mérték? Hát ezt nem tudom, de én nem hiszem, hogy nagyon eltérne ma már Magyarország az európai trendektől. Ugye itt nagyon sok adatot hoz ez a felmérés, amelyek között vannak szintén megdöbbentőek, nagyon furcsa adatok is. De jól érzem, hogy igazából az alapvető kérdés ebben az, hogy egyáltalán lehet-e a demográfiát valamilyen módon ösztönözni? Azaz a népesség növekedést, vagy a gyerekszámot gyerekvállalásra mesterségesen befolyásolni hosszú távon? Én azt gondolom, hogy komplex eszközökkel lehet, és hogyha egészen 1960-ig megyünk vissza, amikor a gyest bevezették Magyarországon, azóta látjuk, hogy ez a komplexitás hiányzik. Igen, tulajdonképpen. Igen, a 60-as években, meg a 70-es években, meg a 80-as években teljes foglalkoztatottság volt. De ez nem voltak olyan problémák, mint most, hogy a nőnek karriert kell építeni, és hogyha elmegy szülni, akkor utána vagy visszamehet a munkahelyére, vagy nem, vagy kap munkát, vagy nem a megváltozott körülményei miatt, mert általában volt munkája mindenkinek. Szerintem a folyamatok azok kísértetiesen hasonló jellegűek. 1960-ban is a népesedés politikai célokon kívül azért vezették be, mert már nyilvánvalóvá lett, hogy nem tartható a teljes foglalkoztatás, és a gyest tulajdonképpen a női munkanélküliség, vagy az esetleges női munkanélküliség levezetésének, vagy elterelésének az egyik eszköze volt. Ha párhuzamot vonok, akkor azt mondom, hogy az a jelenlegi intézkedés, amelyik lehetővé teszi, hogy a nők ne csak részmunkaidőben, hanem teljes munkaidőben dolgozzanak a gyes mellett, az is egyfajta ilyen elterelés arra, hogy egyébként, és főleg az alacsony képzettségű, a munkaerőpiacon esélytelen nők számára, hogy a nem létező kereslet miatti munkanélküliségből otthon maradjanak. A szegénység az mennyire meghatározó ebből a szempontból? Elmondjuk meg, ez a kutatás is elmondja, kimutatja, hogy én nem is tudom, a fiatalok kétharmada egy gyereket sem lenne képes eltartani, nem is tudom, milyen adatok vannak, de félelmetes adatok vannak. Ezen múlik? Hát, hogyha több pénzünk lenne, akkor több gyerek lenne? Ezen is múlik, de múlik olyasmin is, hogy a nők össze tudják egyeztetni a gyerekvállalást a munkavégzéssel, van elég gyerekintézmény, bölcsőde, óvoda, iskolai napközi, múlik azon is, hogy milyen bőkezűek és milyen csoportokra célzottak elsősorban a családtámogatás eszközei. Nem lehet elégszer elmondani, hogy a családi pótlék, mint a legfontosabb eszköz, a gyes és a gyet összege 2008 óta nem változott, a gyedé az nagyjából megőrizte az értékét. Ez nyilvánvalóan azt jelenti, hogy ezek az értékükből nagyon jelentősen veszítettek. Nyilvánvalóan múlik a lakáspolitikán is. Magyarországon köztudottan praktikusan nincs szociális bérlakásépítés, tehát ha nem tudom a második gyerekemet hova rakni, vagy a harmadikat esetleg, mert egy szobás lakásban lakom. Nem lehet, hogy egészen az a leegyszerűsítve az a probléma, hogy ez egyáltalán eszébe jut az embernek. Arra gondolok, hogy az a tendencia is megfigyelhető, hogy a világban, a szegényebb országokban sokkal több gyerek születik, minél
gazdagabb idézőjelben egy ország, annál kevesebb gyerek születik. Nem lehet, hogy egyszerűen bele kéne törődni, hogy ez a kultúra olyan irányban változik, hogy nem születik annyi gyerek. Nem születik annyi gyerek. A másik ilyen tényező, amivel ez a tanulmány is foglalkozik, és ez részben összefügg azzal, hogy hány gyerek születik, hogy mikor vállalják az első gyereket a családok, a nők. Ez volt a 90-es évek elején 23 év, hogyha átlagosan, tehát amikor az első gyerek megszületett, az anya életkora, és ma már ez 28 év, tehát attól, hogy tovább tanulunk, többen tanulnak, középfokon, felsőfokon, kitolódik az első gyerek vállalásának az időpontja, és így aztán óhatatlanul ez befolyásolhatja a gyerek számot is. De teljesen át kell alakítani akkor gyakorlatilag a társadalom szerkezetét, hogyha hosszú távon bele kell nyugodnunk abban, hogy még a két gyerek sem születik meg családonként. Megszületik, csak kevesebb születik belőlük, kicsit több születik harmadik gyerekként, mint korábban, de azt ne felejtsük el, hogy ez nem egy ilyen sajátos magyar átok, vagy balszerencse, vagy rossz demográfiai viselkedés, hogy úgy mondjam, mert a fejlett országokban szól ez a modernizációval együtt járó, a nők szerepének megváltozásával, az átalakuló családformákkal együtt járó jelenség. Azért kérdeztem az előbb gyakorlatilag, hogy nem lenne egyszerű belenyugodni abba, hogy a kultúránk úgy változik, hogy egyszerűen nem, a nők nem akarnak, meg nem is tudnak 3-4 gyereket szülni. Hát így is lehet fogalmazni, hogy az emberek viselkednek, ahogy viselkednek, illetve, ahogy mondtam, komplex eszközökkel lehet a családok helyzetét, a gyerekes családok helyzetét javítani, és az esetleg ezekre a viselkedési formákra is hatással lesz. Én sokkal inkább úgy érzem, hogy nagyon sok szó esik arról, hogy hogyan változik a magyar népesség száma, hogy fogy a magyar, hogy kevés a gyerek, hogy sok az abortusz. Igen. Sokkal kevésebb szó esik arról, hogy milyen életminőséget élnek meg ezek a gyerekek, ezek a családok. Tehát akárhányan is vagyunk, talán kicsit jobban kéne élniük a gyerekes hát családoknak. A már megszületett gyerekek, most egyelőre azokról volt szó, akik nem születtek meg. Köszönöm szépen, hogy itt vagy.